Munkatársaink utazását az Opel Magyarország biztosítja. Lenyűgöző látvány, negyed óra alatt behúzható tető, több mint 55 ezer néző befogadására alkalmas, és nagyjából 4 kilométerre található a centrumtól. A bukaresti nemzeti arénát 2008-ban kezdték el építeni, és európai összehasonlításban is igen drágának számít, ugyanis az összköltség elérte a 245 millió eurót. A román-magyar VB selejtező előtt kicserélték az aréna gyepszőnyegét, így a talajra nem lehet majd panasz a meccsen. A sorsdöntő összecsapásra 5000 jegyet kaptak a magyarok, amelyből 2800-at értékesítettek, ők a Pierre de Coubertin sugárút felől közelíthetik meg a stadiont. Most még óriási a csend a bukaresti nemzeti stadionban, de pénteken, ha megtelik mindaz 55600 férőhely, fantasztikus hangulatot teremthetnek a szurkolók. Ráadásul a nézőcsúcs is megdőlhet, hiszen itt a bukaresti nemzeti stadionban még sohasem volt teltház.